A Mátyás emlékév esetében minden kiállításon különlegességeket tartogat, mondta a szervező Magyarságháza igazgatója Csubik Krisztina. A Mátyás király emlékév esetében minden kiállításunk speciális, minden kiállításunk erre az alkalomra, erre az évre készül, csak úgy, mint a kiadványaink nagy része, illetve mindazok a projektek, amelyek például a Magyar Nemzeti Bank által kiadott emlékérem, vagy a Magyar Nemzeti Levéltárnak egy térképre helyezett oklevelek alapján bebizonyított újfajta eljárás, amivel valóságban nyomon követhetjük, hogy hol járt Mátyás király. Illetve van egy olyan nagyon közkedvelt, népszerű projektünk is, amely az Áruhás Mátyás címet viseli. Az eredeti Igazságos Mátyáshoz hasonlóan áruhát öltött egy kollégánk, aki az országot járja, iskolákat, kisiskolákat, óvodákat és kulturális intézményeket keres fel. Ő eljutott egészen Kanadába is, illetve a diaszpora magyar közösségeit és a Kárpát-medence magyar közösségeit, elsősorban határon túli területeket keres fel. Tehát azt hiszem, hogy minden speciális és minden különleges ebben az évben, és minden ugyanarra mutat, hogy egy olyan igazságos uralkodót tudunk felmutatni, egy olyan személyiséget, amely integrálja a magyarságot, akire egyaránt büszkék lehetünk, éljünk bárhol a világon. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának az idei a harmadik emlékéve. Így módon rótták le tiszteletüket Márton Áron és Szent László emléke előtt is, és tették életük jelentős eseményeit közkincsé. Amikor egy-egy emlékévről határozunk, akkor mindig azt nézzük, hogy mennyire tudjuk megszólítani vele a világ magyarságát, a Kárpát-medence magyarságát, illetve nagyon fontos szempont az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is be tudjuk vonni az emlékév eseményeibe, mert hogyha politikáról és nemzetpolitikáról beszélünk, akkor a legfontosabb az, hogy a következő generációknak tudjunk valamit nyújtani. Az idén egyébként a Családok Éve program zajlik Magyarországon, illetve a külhonban is. Ennek a program sorozatnak, vagy program évnek az eseményei közé nagyon jól illeszkedik a Mátyás király emlékév is, mert nagyon sok gyermeket, fiatalt tudtunk a különböző vetélkedőkkel, mesemondó versenyekkel megszólítani. Hunyadi Mátyás nem csupán kiváló uralkodóként, hadvezérként és államférfiként emlegetjük, aki tisztában volt azzal, hogy a központosított hatalom, a jól felszerelt hadsereg és a közép-európai összefogás elengedhetetlen a stabilitáshoz, hanem a kultúra iránt érzékeny, a művészeteket értő, a művészeket pártoló, patronáló emberként is emlékezhetünk rá. Ez egy 2008-as kiállításnak a tovább gondolt változata. A Kolozsvári Amarilis Társasággal vettük fel a kapcsolatot. Ők voltak a kurátorai, illetve Radu Lupescu és a Magyarországos Széchenyi Könyvtár kurátorai voltak azok, akik elképzelték ezt a kiállítást. Jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban fellelhető több mint 30 Korvinából 16-ot mutat be ez a 24 tábla, hiszen azokat a díszes oldalakat, azokat a jelképes oldalakat mutatja, amely vagy a formájában, vagy a tartalmában a magyarságra utal. Ezeknek a korvináknak a keletkezés ideje 1450 és 1490 közé tehető. Legtöbbje Budán készült, de nagyon sok készült az egykori Itáliában, Rómában, Velencében és Firenzében. Mátyás nem csak a magyarság számára kiemelkedő uralkodó. Közép-európai léptéken is jelentős szerepe volt, megerősítette a térséget, és ennek köszönhetően feltartóztatta az oszmán-török birodalmat. Úgy gondolom, hogy az egyik kiemelkedő uralkodója volt Magyarországnak, és Magyarország történetének is kiemelkedő korszaka volt a 15. század második fele. Egyébként mindenkinek ajánlom Bámornak a Hunyadi regény folyamát, ami a Hunyadi családnak a történetével foglalkozik. Eddig 9 kötet jelent meg, de még Mátyásig nem ért el a történet, úgyhogy ezekből a regényekből is, meg egyáltalán történetkönyvekből, forrásokból is jól ismerhető az a kor. Úgy gondolom, hogy egy óriási visszalépés következett utána az oszmán hódítással, a török birodalommal. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz,
hogy ugyanazt a fejlettséget Magyarország el tudja érni, mint amit a 15. század második felében elért. Nekem elsősorban azt jelenti, hogy Mátyás is egy köznemesi családnak a sarja volt. A magyar történelemben igazából ennek a családnak nem nagyon volt előzménye. Ennek ellenére a tehetségüknek köszönhetően és a szorgalmuknak, becsületüknek köszönhetően, hősiességüknek köszönhetően az ország legelőkelőbb családjai közé tudtak emelkedni rövid időn belül a Hunyadiak, és olyannyira, hogy a harmadik generáció már királyt is adott az országnak. Ez mindenki számára egy olyan példa lehet, akár ma is, hogy a tehetség nagyon sokat számít, a tehetség, a szorgalom, a becsület az, ami mindig sikerre visz minket, csak úgy, mint a népmesékben. Tehát azért a népmesék, népmondák és a történelmi valóság mondjuk Mátyásnál nem válnak el egymástól.